2013-ban szabadon igazolható játékosként került az MTK-tól a Diós labdarúgó csapatához. Egy szezon után kölcsönadták a Dunói majd a 2015-16-os idényben ismét a DVTK színeiben játszott. Visszatérése után azonban kevés játék lehetőséget kapott, így hosszas tárgyalássorozat után egyesség született, és a tavasz idényt már korábbi nevelőegyesületében az MTK-ban folytatja. Mikházi Márk, ő a vendégünk itt ma a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ugye a korai és hideg órában. Uh, szerintem ez egy nagyon érdekes kis kitérő volt a te életedből. Az MTK-ból indultál, és aztán odaérkeztél. Bárhogyan is alakult, milyen tapasztalatokat szereztél ebből? Mennyit tudtál tanulni ebből az időszakból? Uh, jó reggelt kívánok én is. Hát tapasztalatokat igazából mindenhol uh, lehet gyűjteni. Igen, én a, ugye a Sándor Károly Labdarúgó Akadémián nevelkedtem, uh, onnan indultam, onnan indult igazából a, a pályafutásom. Uh, és akkor elkerültem Diózsőrbe, ez, ez a kitérő, az első év az egy, az egy nagyon jó év volt ö, személy szerint is, és a csapatnak is, hiszen ö, ugye akkor két kupadöntőt játszottunk, ö, az egy nagyon sikeres volt, utána kerültem ugye a Dunóvárosba, majd vissza Ez Hát, ezt a tapasztalatok... hogy ezt, ezt hogy érted meg egyébként, hogy egy ilyen sikeres év után fognak is átküldenek téged kölcsönbe egy másik csapathoz? Hát igazából az, tehát nem úgy volt, hogy átküldtek, csak nyilván nekem az volt a fejemben, hogy abban a korban ugye minél többet szeretne játszani az ember, és akkor úgy láttam, hogy, hogy abban az évben nem tudnék folyamatos játék lehetőséget kapni, hiszen jöttek újabb igazolások, ugye mert az Európa Liga selejtezőkre is készültünk, és amikor a Dunolváros megkeresett, akkor én úgy gondoltam, hogy ott folyamatos játék lehetőséget tudok kapni, ami szerencsére be is igazolódott, ugyan a csapat sajnos kiesett akkor az 1 ből de, az én személyemnek nagyon jó volt az, a, az az év. És aztán visszakerültél? Aztán visszakerültem Diózsgyőrbe, ahol ismét nagyon jól kezdődtek a, a dolgok, nagyon jó formá voltam, igazából ezt a Dunajvárosi formát tudtam tovább vinni. aztán hát sajnos nem úgy történtek a dolgok, ahogy, ahogy kellett volna, először eltörött a kezem, Utána a, a saját játékosunk az egyik mérkőzésen úgy rácsúszott a vokámnál, amivel fél évig szenvedtem. <kül> Úgyhogy az azért úgy kivett a, a lendületből, tehát az nagyjából egy ilyen, egy ilyen fél éves kihagyás volt, ahol van, utána pedig nehezen tudtam visszazökenni. De igazából a, a mostani váltásnak nem az volt az oka, hogy, hogy nem játszottam eleget nyilván mindig szeretne többet játszani az ember. Most szinte minden mérkőzésen játszottam a három, három meccses eltétást, ha leveszem, a legtöbbön csak csereként, de mint ezt nyilatkoztam is, de családi okok miatt szerettem volna távozni Diózsőrből, most nem kell itt nagy betegségre vagy ilyesmire. Mondd ezt legalább annyit mondják, nem akarunk vajkálni, mert legalább annyit mondja, hogy ugye nincs baj. Igen, nagyon-nagyon sokan hívtak, hogy mi, mi a probléma, hogy, hogy remélik, hogy nincsen semmi, de tehát nem, nem betegségről vagy, vagy nem ilyen nagyon-nagyon komoly dologról van szó, csak úgy éreztük, hogy, hogy jobb lenne máshol elképzelni a jövőt. Ezt már a vezetőkkel és a a felével, a mesterrel is megbeszéltem akkor decemberben a szezon végén, hogy ők is tudjanak lépni, tudjanak igazolni más játékost a helyettem, és nagyon, tényleg nagyon normálisan fogadták ezt a dolgot, ők is megértették, hogy mi a probléma, és hát segítettek abban igazából, hogy, hogy ugye tudjak klubot váltani. Volt több csapat, aki, aki megkeresett, hogy, hogy szívesen látna a soraiban, de ugye amikor az MTK ö, megkeresett, akkor, akkor nem is nagyon gondolkoztam tovább. Nagyon magabiztosnak tűnsz, pedig azért úgy gondolom, hogy ilyenkor ilyen sérülés sorozat ér egy játékost, és aztán közben egyre kevesebbet játszik, akkor azért elmehet az önbizalma. Hát igazából ö, tudom azt, hogy, hogy mire vagyok képes. Nyilván ehhez az kell, hogy, hogy egészséges legyen az ember, és jó erőben legyen, ez a legfontosabb hogyha jó erőben van az ember, akkor meg tudja azokat a dolgokat csinálni, ami, ami, ami benne van. Most december elején volt egy sérműtétem. Csak hogy még ami... egy sérülést hozzunk szó. Szóval. Igen, igen. Igazából ez, ez, egy, ez nem egy nagy dolog, ezért is csináltattuk meg ezt a, ezt a műtétet a, a téli szünetben, hogy ugye minél hamarabb be tudja kapcsolódni a, a munkába, és már ugye az új csapatomnál. És most hogy áll ez a sérülés egyébként? Mennyire tudsz együtt edzeni velük? Most úgy áll, hogy ugye a héten kezdtük el a felkészülést. A héten még külön edzek a, a csapattól az erőléti edzővel, és vele tudok felkészülni a Szabó Andrissal és a, a Sipos Péterrel. Természetesen ők is egyeztetnek a, a szakmai stábba, hogy miként, hogyan tudom felvenni a ritmus minél hamarabb. Most még külön futómunkát és erősítő munkát végezek, hogy az izmok újra, újra felépüljenek és úgy gondolom, hogy ha minden jól megy, már pedig szerintem jól fog menni minden, akkor, akkor már jövő héten be tudok kapcsolódni a csapathoz. És hogy látod magad, hol lesz szereped ebben a csapatban? Hol lehet szereped? Hát igazából azon nagyon nem gondolkodtam még, hogy én most jobb oldalon, bal oldalon, vagy középen a mondjuk a három pozícióból melyiken. Én azt szeretném, hogy, hogy legyen, legyen rendben az erőlétem, és úgy gondolom, hogy ha, ha jó formában vagyok, és tudom azt nyújtani, amit tudok, akkor pályám van a helyem. Az, hogy most milyen pozícióba fogok játszani, az igazából annyira, annyira nem érdekel, a legfontosabb az, hogy, hogy legyek a pályán és, és nyerjünk. Mert ugye sokan úgy gondolták akkor, amikor 2013-ban te elmentél, hogy végülis egy poszton vagy hasonló poszton szerepeltél Kanta József fel, és most is ott van, tehát hogy ez a harc, rivalizálás, vagy esetleg közös munka, ez megint ott lesz a képben. Igen, hát Józsival jó barátok vagyunk, tehát rivalizálás igazából sosem volt köztünk. Az, hogy mondjuk egy pár éven keresztül ugye mögötte ültem igazából a, a padon, akkor én nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, hiszen kívülről néztem a játékát. Mondhatom, hogy ezen a poszton azt gondolom, hogy Magyarország egyik, hanem a legjobb játékosa. Őt is sajnos a sérülések azért visszavetették ahhoz, hogy, hogy külföldre tudjon igazolni. De játszottam én pár évet a Józsika mellett is, mögötte is, meg előtte is, szóval azt gondolom, hogy hogy tudunk együtt szerepelni a pályán. Mennyivel érettebb a játékod? Ugye azért az, hogyha valaki vált egy egyesületet, akkor az más közeg, más edző, más taktika, nagyon sokat lehet tanulni. Mi az, amit úgy érzel, hogy magadra szedtél ez alatt a pár év alatt? Hát azt gondolom, hogy, hogy talán a legfontosabb dolog az, hogy hogy azokban a szituációkban, amikben mondjuk 19 vagy 20 évesen még mondjuk elhamarkodottan döntöttem, vagy vagy nem, döntött, nem nem hoztam olyan jó döntést, azokat most már jobban átlátom és jobban meg tudom ezeket oldani, de nyilván, amíg ugye váltja az ember mondjuk a, a csapatokat, ugye más edzőkkel dolgozik, minden edzőnek megvan a, a saját felfogása, a saját rendszere, tehát nyilván több, több játékrendszert ismerek most már úgy, úgy belülről is, amit amit játszottam, és hát uh, nyilván más, más játékosokkal uh, játszol, tehát nagyon sok minden uh, van, ami, ami új dolog van egy másik csapatban. Érdekes, hogy te azt mondtad, hogy már most azon gondolkozol, hogy mit tudsz majd átadni a fiataloknak. Tehát te már arra az, azok az évekre is gondolsz, amikor majd, amikor esetleg befejezed a pályafutásodat, és mondjuk egyzősködni. Tehát győztem széli céli rendelkezésre. Igen, igen. Ha ezeket itt tudod, hogy, hogy mi az, amire figyelni kell, mi az, amit hozni lehet esetleg a fiatalok életébe, akkor tudnál esetleg már most az akadémiai éveidre visszatérve valami újat hozni, újat mondani, vagy, vagy valami, valami tapasztalattal bővíteni azt, amit ott tanítanak? Igen, ezt a céliszenszet megcsináltam két évvel ezelőtt, és a, hát igen, a, Ugyan Bocsánat, Sándor... hogy ilyen nehéz kérdésben nem. Kérdésbe nem, nem, kaptam, nem kaptam tehát a de? Sándor Károly Labdarúgó Akadémián nevelkedtem én is, ö, igazából annak annak megvan egy hagyománya, hogy, hogy mi szerint vannak felépítve a, a srácok ebbe a játékrendszerbe, és ez a felfogás szerint, ami az MTK-nál van, tehát én azt gondolom, hogy azon nagyon-nagyon sokat változtatni ö, nem kellene. Hát csak gondoltam, hogy hát esetleg van valami tészelető, hát milyen persze, van igazából saját, saját, véleménye, saját ötlete a, a, fociról, de hogy most így, így, hogy most bedobja valamit, az, az nem jutott a szemben. Mennyire segítette az igazolásodat az, hogy ugye Tamás, Tamási Zsolt lett az edző, aki ugye az akadémiának volt a szakmai igazgatója? Igen, az ő személye is nagyon fontos volt számomra, hiszen dolgoztunk együtt a, a, az akadémián de azt azért hozzáteszem azért az, az teljesen más volt, tehát akkor én... Nem én, egy napi kapcsolat én, volt vele. Így van, így van és akkor mi még igazából én, én gyerek voltam, szóval a, a gyerek labdarúgás és a felnőtt labdarúgás az azért, az azért teljesen más, a felnőtt szinten már a legfontosabb az eredmény, mi gyerek szinten azért tehát nem, nem az a legfontosabb, úgyhogy hát nagyon várom, a, nagyon várom ezt a kihívást, hogy hogy sikerüljön hát, az a cél, Hát 2018 18-a lesz az első, amikor végre az MTK ellen játszhat, vagy a, a Honvéd ellen az MTK, és hát a 11. helyen álltok. Tehát azért ez sem egy egyszerű helyzet. Igen, ö, én azt gondolom, hogy ezt ö, nem kell azért most, hogy a felkészülés alatt minden percben ez legyen a fejünkben, hogy mi kieső helyen vagyunk, de tisztában kell lenni, és tisztában is van vele mindenki, hogy út, ott vagyunk, úgyhogy úgy kell csinálni a felkészülést is, hogy hogy az első pár fordulóban már megmutassuk, hogy, hogy, nem itt van a helyünk a tabellán, és kiharcoljuk azt, ami, ami a célunk. Merre mentek majd még edzőtáborozni? Ő, Törökországba megyünk, ha jól tudom, ez, ez, már le is van fixálva. Ez egy hétlet, ez, ez hagyományosan az MTK több éven keresztül ugyanoda szokott menni, úgyhogy azt gondolom, hogy idén se fogunk változtatni rajta. És gondolom, ezt már nagyon várod meg az hogy végre a többiek és együtt egyszer, ne csak külön. Hát hogy ne? Persze, hát az, hogy a labdával edzen az ember, az, az teljesen más, mint amikor csak erőléti dolgok vannak. Hát nyilván azért a, a labda a legfontosabb ebben a játékban. Hát sok sikert kívánok, és azt, hogy tényleg teljes lendülettel tudjál majd beállni a csapatba. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy szépen, itt Köszönöm én is.